Köszöntöm nézőinket, önök a Közéleti Magazint látják, Jela Jászmin Grace vagyok. Nézzük, miről lesz ma szó. Egész januárban elérhetőek a regisztráció nélküli oltási akciónapok. Január 10-én kezdődik a karácsonyfák begyűjtése Szekszárdon. Közel 1 millió műszaki nélküli autó van az utakon. Gyorsabban és ingyenesen sajátíthatnak el szakmát a felnőttek. Természettudományos nap a Mátyás Corvinus kollégiumnál. Egész januárban előre meghatározott napokon regisztráció nélkül vehetőek fel a koronavírus elleni vakcinák. A cél, hogy a lakosság minél nagyobb arányban kérje a járvány megfékezéséhez nélkülözhetetlen készítmények beadását. "2021. novemberének elején nyílt meg a lehetőség először arra, hogy a magyarok előzetes regisztráció nélkül kérjék a koronavírus elleni vakcinákat. Akkor rengetegen éltek a lehetőséggel, a kórházak előtt hosszú sorok kígyóztak, és az erre a célra kijelölt rendelőket is szép számmal keresték fel az emberek. Van, aki még gondolkodott, és ez vitte rá arra, hogy fölvegye az oltást, de van, aki nekem kerekperec kijelentette, hogy nem érdekli, ha a munkáját is elveszti, de ő nem veszi fel az oltást, ő nem lesz kísérleti nyúl, meg stb. Na most ezeknek én ilyen betegnek tudnám üzenni, hogy megértem, hogy mindenki rémült, meg ez egy új dolog. A mi időnkben világjárvány nem nagyon volt. A spanyolnál az első világháború végén szedte az áldozatait. Becsések szerint több embert vitt el, mint maga az első világháború. Aztán még az 50-es években, illetve a 60-as évek elején még a poliomielitis, tehát a gyermekbénulás, járványos gyermekbénulás az, ami pusztított. Azóta ilyen nincs, tehát ez egy új dolog. Én ezt megértem, hogy mindenki megvan ilyet, de arra kérem, hogy ne a Facebookon, vagy ne az ilyen mindenféle ilyen social médiába tájékozódjon, hanem a szakemberek véleményétre hallgasson és azt kérje ki. Én javaslom, nincs más lehetőség. Lehet védekezni, nálam is itt van az FFP2-es maszk, tehát amikor a betegeket vizsgálok, de egy biztos, a járvány az nem válogat. Az oltási akcióhetek után januárban csütörtökönként, péntekenként és szombatonként oltási akciónapokat is tartanak az egész országban. Ez azt jelenti, hogy a vakcina felvételéhez most sem kell majd regisztrálni, hanem elég egyszerűen megjelenni a kórházakban és a háziorvosi rendelőkben kijelölt oltópontokon a védettséget biztosító készítmények megkapásához. Ezt a területi közigazgatásért felelős államtitkár jelentette be néhány napja. Minden csütörtök délután, péntek délután és szombati napon újabb oltási akciót szervezünk. A központi oltóhelyeken, ez a kórházakat jelenti, és járásonként legalább egy szakrendelőben. Az a célunk, hogy az átoltottságot minél nagyobb mértékben növelni tudjuk, illetőleg a társadalom védettségét minél erősebbé tudjuk tenni az esetleges újabb hullám megelőzése érdekében. Csütörtökön és pénteken délután 2 és 6, szombatonként pedig délelőtt 10 és délután 6 óra között lehet oltást kérni. A központi oltópontokon továbbra is 5 vakcina közül lehet választani, és bárki kérhet ilyet, aki már elmúlt 12 éves, és legalább 4 hónap telt el az előző oltása után. Január minden hétvégéje, csütörtök, péntek, szombati napok, oltási akciónapok lesznek, amikor az a lehetőség áll fönn, ami a korábbi oltási akció heteken, hogy mindenféle regisztráció nélkül be lehet jönni, és bármelyik hiányzó oltást föl lehet venni annak, aki most szánja rá magát. Mostanra már a szakértők egyetértenek abban, hogy a járvány legyőzésének egyetlen hatásos eszköze az oltás. A megfékezéshez viszont arra van szükség, hogy a lehető legtöbben vegyék fel a védettséghez szükséges vakcinákat. Gyurkovics János, Szekszárd alpolgármestere azt mondja, Tolna megye egyelőre a kevésbé fertőzött területek közé tartozik, de a vakcinák felvétele nélkül így is sokan vannak veszélyben. Szeretném felhívni a lakosság figyelmét, napjainkban is történtek tragédiák a városban, amikről eléggé nagy számba tudnak az emberek, oltás nélkül történtek ezek a dolgok, és hát már nagyon sokszor, nagyon sok fórumon elmondtuk, hogy az oltás a megoldás, azt kérnénk szépen, mindenki vegye igénybe. Az oltási akciónapok mellett hétfőn, kedden és szerdán továbbra is lehet regisztrációval vakcinát felvenni idehaza. Működik az ESZT-s regisztrációs felület, tehát gyakorlatilag teljesen folyamatos a
védőoltásoknak a kiosztása. Bármelyik védőoltásra lehet regisztrálni, és ugye az oltási sor első-második oltására, a harmadik emlékeztető oltásra, a 12-18 év közöttiek most már három oltására, illetve a gyermekosztályunk munkatársai ugye december végétől már a 5-11 éves korosztályt is elkezdték védőoltásba részesíteni. Ezek mind foglalhatók a DSZT-nek az időpont foglaló felületén. Magyarországon eddig már közel 6,5 millióan vették fel valamelyik oltást. Szekszárdal idén január 10-én, illetve 24-én zajlik a kihelyezett karácsonyfák elszállítása. Az Aliszka Terra Nonprofit Kft. Arra kéri a lakosságot, hogy a rend fenntartása érdekében idén is a kukák mellé tegyék a fenyőfákat. A karácsonyfa talpakat, a szaloncukrok csomagoló anyagát és a díszeket pedig le kell szedni a növényekről, még a kihelyezés előtt. A szolgáltató megközelítőleg 4,5 tonna örökzöldre számít a megyei jogú városban. Január 6-a napjával, vagyis vízkeresztkor hivatalosan is elérkezett a karácsonyfa lebontásának az ideje. Ezek a fenyőfák pár napja még feldíszítve álltak valaki otthonában. Hamarosan azonban Tolna megye szerte elindulnak az Aliszka Terra Nonprofit Kft. Járatai, többek között Szekszárdon is, hogy begyűjtsék az örökzöldeket. Az idei évben is ugyanúgy, mint minden évben, januárban kettő zöld szállítást szervezünk, mind a kettő fenyőfa szállításról szól. Az első az jövő héten hétfőn 10-én várható, a következő 24-én szintén hétfői napon. Ezt a szállítási naptárunkban meghirdettük és meg is jelöltük. Ezt a naptárat mindenki megkapta az idei év elején. Nagyon-nagyon fontos, ezt is minden évben kérjük a lakókat, és most is kérjük. Mindenképpen a fenyőfa talpakat távolítsák el, illetve díszeket a fákról, mert ezek veszélyesek, balesetveszélyesek. Egyrészt, másrészt kérjük, hogy a hulladékgyűjtő edények mellett helyezzék el a fenyőfákat. Lehetőség szerint a szállítást megelőző napon. Tudom, hogy ma már a város tele van fenyőfával. Sajnos nem tudunk több járatot indítani, mert a többi településre is be vannak osztva a járataink. Az ügyvezető azt mondja, az előző évek tapasztalatai alapján megközelítőleg 7000 darab fát fognak elszállítani a tolnai megyeszékhelyről. Ez tömegébe vélhetően olyan 4,5 tonna nagyságrend lesz, és a két szállítási alkalommal mindenképpen meg fogjuk tudni oldani az elszállítást. A mérete az mindegy a fenyőfának, a hosszabb fenyőfákat is el tudjuk hozni, korábban 1,5 méteressel le kellett vágni, jelenleg ez már nem okoz problémát. Az elszállítást követően az örökzöldek egyébként a komposztáló telepre kerülnek. Mögöttem látható a komposztprizma, és ott a sarokban pedig a késztermék, ott történik az utóérlelése. Ahol közel 6 hónap alatt készül el a felhasználásra alkalmas zöld trágya. A komposztáló telepünkre beszállított zöld hulladékot ledaráljuk, itt 4-6 cm-es apríték készül belőle. Az aprítékot ezután megfelelő mértékben vegyítjük a többi beszállított zöld hulladékkal, beállítjuk a nedvesség tartalmát, ezután történik meg egy zárt irányított komposztálási folyamat, majd 4-6 hét múlva, amikor az első érlelési fázis megtörtént, akkor kibontjuk a komposztprizmát, az elkészült komposztot lerostáljuk, majd egy utóérlelés következik, ami körülbelül 4 hónapot vesz igénybe. Nagyjából 5-6 hónapot vesz igénybe a teljes komposztálási folyamat, ez nyilván időjárási viszonyoktól függ. Érlelés után pedig értékesítik az elkészült zöld trágyát. Gyakorlatilag a lakók találkozhatnak vele Szekszárd közigazgatási területén, mert a tavalyi évben jelentős mennyiségű komposztot szállított el a városüzemeltetés és a virágos kertekbe került, illetve kiskerti hasznosításra, talajjavításra, tápanyag utánpótlásra megfelelő. A tavalyi évben több mint 32 tonna fenyőfát gyűjtöttünk össze. Ez egyébként az éves beszállított zöld hulladék mennyiségnek csak a töredéke. Éves szinten több mint 4000 tonna zöld hulladékot dolgozunk fel. Hamarosan nem lehet majd lejárt műszakival közlekedni. Az elmúlt közel 2 évben a veszélyhelyzet miatt nem volt kötelező meghosszabbítatni a gépjárművek műszaki vizsgáját. Ennek köszönhetően viszont közel 1 millió autó közlekedik az utakon nem megfelelő műszaki állapotban.
Az elmúlt év decemberében azonban megjelent a végső határidő. 2022. június 30-áig le kell vizsgáztatni a járműveket. Közel 1 millió gépjármű közlekedhet az utakon lejárt műszaki vizsgával. Ezek között akadnak olyanok is, amiket már 3,5 éve nem látott szerelő. Hiszen azoknak a gépjárműveknek, amiknek 2020. március 11-e után járt le a műszaki vizsgájuk, már nem kellett meghosszabbítani az érvényességüket a veszélyhelyzet miatt. Azonban ezeket 2018 tavaszán vizsgálták be utoljára. A tamási vizsgaállomáson érezték ennek az intézkedésnek a hatását. Nagyon sok ember nem hozza műszaki vizsgára az autóját, körülbelül olyan 25%, aki elhalasztja, és most már ugye ez már harmadik éve vagy negyedik éve lesz neki, és addig műszaki nélkül közlekedik az úton, amit azért néha felül kellene vizsgálni, fékeket, kormányt, egyéb dolgokat. Hát várjuk, majd a vége lesz ennek a pandémiás időszaknak, hogy akkor viszont majd mindenki egyszerre szeretne jönni, amikor majd torlódást okoz. Minden nap megvan, hogy hány autót csinálhatunk, megvan, ez egy zárt körű technológiás rendszer, itt megvan, hogy mennyi idő alatt folyik egy műszaki vizsga, és ezt nem lehet előrébb hozni, tehát ennek az időnek ki kell telni. Itt napi szinten körülbelül 10 autót műszakiztatnak le, így fontos, hogy minél előbb bejelentkezzenek a gépjármű tulajdonosok. A vizsgaállomás vezetője azt is elmondta, azon kívül, hogy nem biztonságos így a közlekedés, más hátulütője is van annak, ha nem rendelkezik az autó érvényes műszaki vizsgával. A biztosító ebben az esetben nem fog fizetni, hogyha kárt okoz. És azért most egy 22.500 forintos vizsgadíj mellett megspórol, de neki megy egy másik autónak, akkor viszont 100 000-eket kell neki fizetni, mert a biztosító ő rajta fogja végrehajtani. Ebben a bátaszéki autószervizben közel 100 autót vizsgálnak át havonta. Mattenheim Roland azt mondja, ők kevésbé tapasztalták ezt a jelenséget. Úgy vettem észre, hogy ügyfeleink, nyilván volt egy kis megtorpanás a mi vállalkozásunkban is, ez a vizsgáztatás területén, de aztán az ügyviteli rendszerből mi folyamatosan kiértesítjük az ügyfeleinket erről a lejárt okmányokról, és ők is hallottak erről, a lehetőségről, de nagyon sokan nem éltek vele. Úgy veszük észre, hogy körülbelül egy 10%-kal kevesebb a vizsgáztatott darabszám a korábbi időszakhoz képest, de folyamatosan jöttek hozzánk vizsgáztatni. Most azonban ennek vége, ugyanis január 1-én hatályát vesztette az a kormányrendelet, amely szerint a veszélyhelyzet után 60 napig érvényesek még a lejárt okmányok és műszaki vizsgák. A december végén megjelent magyar közlönyben megszabták a végső határidőt, ami 2022. június 30-a lett. Eddig a napig mindenkinek kötelessége érvényesíteni az iratait. Ugye most nem csak a forgalmi engedély érvényesítésén van a hangsúly, hanem ugye ez egy műszaki megvizsgálás. Követően lehet érvényesíteni a forgalmi engedélyt, ugye fékfutómű világítás átvizsgálásra kerül, és azért sok esetben találunk ugye hiányosságokat, ezeket az ügyfelek megjavítatják, ugye, és most ezek az átvizsgálások elmaradtak, ezáltal ugye ez egy biztos, hogy egy baleseti kockázatot jelenthet a közúton. Az autószerelők és a vizsgáztatók arra kérik a tulajdonosokat, hogy minél előbb foglaljanak időpontot, nehogy kicsúszanak a júniusi határidőből. A szakképzésre vonatkozó jogszabályok a felnőtt képzési rendszert is érintették. Az újabb szakmát elsajátító felnőttek, ha szakképző iskolát választanak a képzés helyszínének, akkor az oktatás minden esetben ingyenes. Szekszárdon a Tolna megyei szakképzési centrum Ady Endre technikumban számos a szakma megszerzésére irányuló képzést biztosít a szépészet és a műszaki területeken is. Az Ady Endre technikumban, ami Tolna megye legnagyobb szakképző iskolája, jelenleg 1200 tanuló tanul. Ez a létszám nem csak az általános iskola után tovább tanuló diákokat foglalja magába, hanem azokat is, akik felnőtt képzés és felnőtt oktatásra jelentkeznek. Az iskola olyan szakmák elsajátítását biztosítja, amikkel később a munkaerőpiacon sikeresen vehetik fel a versenyt az itt szakképesítést szerző tanulók. Az elmúlt év során számos változás állt be a szakképzésre vonatkozó jogszabályok tekintetében, amik érintik a felnőtt képzést is. Ezekről beszélt Juhász Gábor, a Tolna megyei szakképzési centrum Ady Endre technikumának és kollégiumának igazgatója. A fogalom ismerős korábbról is, nem most kezdődött ez a folyamat.
hogy felnőtteket lehessen oktatni, csak egészen mások a feltételek és mások a lehetőségek, amik most rendelkezésre állnak. Én külön választanám a kettőt, tehát a felnőttek oktatása az iskolában történik, és a klasszikus felnőtt oktatásnak a mentén alakult át egy kicsit. Oly módon alakult át, hogy sokkal rugalmasabb lett maga az egész rendszer. Már a bemeneti feltételek is sokkal rugalmasabbak, hiszen az a felnőtt, aki olyan szakmai tudással rendelkezik, amit ő bizonyítani tud, bizonyítványa van róla, papírja van róla, meg tudja mutatni ezt a tudását, akár egy olyan szintfelmérőt megírva, vagy egy munkadarabot elkészítve, ami a képzésben akkreditálva lesz, vagy képzésben akkreditálása kerül az iskolában, akkor ez a tudás beszámítás az olyan szintig működhet, hogy a képzési időnek akár a 40%-áig is, vagy a extrém esetben a negyedéig is vissza lehet venni a tanóráknak a számát. A felnőtteknél fontos szempont, hogy gyorsan elsajátítsák az adott szakmát, illetve hogy a képzés kerül-e pénzbe, vagy sem. Azok a felnőttek, akik az oktatásra jelentkeznek, általában dolgoznak. Ezt az iskola a tanórák kialakítása során figyelembe veszi, ezért a délutáni, illetve a hétvégi időpontok vannak előnybe részesítve a felnőttek képzésére, továbbá vannak olyan tananyagrészek, amik nem is igényelnek személyes jelenlétet, hiszen az e-learning módszerrel az elméleti tananyag része online is átadható. Hogyha a felnőtteknek a képzését egy-másfél éves időtartama vissza tudjuk szorítani egy szakmán belül, akkor azt gondolom, hogy az versenyképes lehet a piacon, illetve az elvárásoknak megfelelhet. Mivel ezek a képzések ingyenesek, hiszen az új rendszerben két szakma és egy szakképesítés ingyen szerezhető meg, ezért nem véletlenül örvend népszerűségnek az iskolában ez a képzés. A jelenlevő felnőttek létszáma 150 és a fölötti, amiről most beszélünk, tehát itt 11-12 csoport jelenlétére lehet folyamatosan számítani, és teljesen vegyes képzési kínálatot tudunk felmutatni, hiszen a szépészeti képzésben most indult egy újabb felnőtt csoport, ahol a kozmetikus technikus, kézés lábápoló technikus, illetve a fodrász jelenik meg. Ide még a jelentkezéseket még mindig tudjuk fogadni, tehát hogyha valakit ez érdekel, akkor be tud kapcsolódni az egyéves képzésbe, de folyamatban vannak mind céges, mind pedig iskolai képzések, akár a közlekedési területen, akár az elektromosság, villamosság területén is. A felnőttek oktatása kiegészül a felnőttek képzésével. Erről is beszélt Juhász Gábor. Ez a régi tanfolyami képzéseknek a újra élesztése ként élhető meg. Egy különbséggel, egy óriási különbséggel, hogyha az iskolában, szakképzőiskolában történik ez a képzés, akkor ez is ingyenes. Azért itt több százezer forintos képzésekről beszélünk. Időtartamában ezek rövidebbek, intenzívebbek természetesen, és nagyon sokszor egy-egy kiemelt cél elérését szolgálják. Bár mindenki, aki felnőttként oktatásra jelentkezik, céltűz ki maga elé, azt gondolom, és a motivációja sokkal nagyobb, vagy akár nagyobb is lehet, mint egy nappali képzésen résztvevő tanulója, hiszen ő a szabad idejét a családjától veszi el és a tanulásra fordítja. Nyilván az a célja, hogy több lábon állhasson, hogy újabb tudást szerezzen meg, esetleg újra kezdhesse a szakmai pályafutását egy másik szakmai vonalon természetesen. Maguk a felnőtt képzési tanfolyamok, azok úgynevezett programkövetelményes tanfolyamok. Tehát az ő kimenetük a programkövetelményekben vannak leírva. Ez azt jelenti, hogy a végén egy minősítő vizsgában minősítő bizonyítványt fognak kapni a résztvevők. Nem beszélek másokról, mert sminkes és műszempillaépítő, illetve most a fegyveres biztonságért hirdetése folyik, és az fog elindulni a február végi, március elejé időszakban. Pont azért, mert olyan igények merültek fel, akár Paks 2 jelenléte miatt is, amelyek ezeket elvárják, és úgy tűnik, hogy a piaci igények nem csak a cégek részéről jelennek meg, hanem a hallgatók részéről is. Tehát ezen képzéseknek egy része azért indul el, mert akkor az érdeklődés az irányába, hogy a jelentkezők idézőjelben kikényszerítik az intézést, másik pedig a cégek, és akár saját dolgozóikat is átképezhetik ebben az új rendszerben, tehát több ilyen képzésünk van, ahol meglévő dolgozók vesznek részt ilyen képzésekben. A Tolna megyei szakképzési centrum és az Ady Endre Technikum honlapján és Facebook oldalán minden aktuális információt meg lehet találni a képzésekkel kapcsolatban. Szeptemberben nem csak az iskola kezdődött meg, hanem a Matthias Corvinus Kollégium úgynevezett fiatal tehetség programja is elindult Tolna megyében. Az intézmény szekszárdi központjában természettudományos napot tartottak, amely során az 5. osztályos gyerekek többek között a kémia világával ismerkedhettek meg.
Még szeptemberben indult a Mátyás Corvinus Kollégium fiatal tehetségprogramja 25. 5. osztályos tanulóval, akik ezúttal egy természettudományos kísérletek című kurzuson vehettek részt. Kémia, azért ez természettudományos kísérletek, mert szinte csak kémiáról van itt szó. Nagyon megtetszett két dolog főként, a robotok világa, a drónok, azok tetszettek meg, meg ez a kémiai dolog nagyon megfogott, és akkor úgy döntöttem, hogy jelentkezni szeretnék. A fiatal tehetségprogram emeli a gyerekekben a tudás iránti vágyat, felkészíti őket a továbbtanulásra, segíti a tudatos pályaválasztásukat és az életben való érvényesülésüket. Anya mondta, hogy lesz egy ilyen tehetségprogram, és nagyon megtetszett, hogy ilyen természettudományos. Az infós a legelső volt, a kedvencem a internettudatosság volt az egyik. Géppel foglalkoztunk a vírusokkal, meg a influencerekkel. Szerintem nagyon jó ez, és jól érzem magam. Molnár Ágnes régióvezető azt mondja, az általános iskolások a fél év során bepillantanak a robotika világába, tanulnak a művészet és a matematika kapcsolatáról, kísérleteznek, okulnak a környezetvédelemről, tudatos internet használati képzésben részesülnek, és formálódik a pénzügyi látásmódjuk is. A program egészen 8. osztályos korukig kíséri el a gyerekeket. Két hetente szombatonként találkoznak a gyerekek egymással, és akkor különböző érdekes kurzusokon vesznek részt. Főleg az élménypedagógiára épül a kínálatunk, tehát mint ahogy ma is látszik, a gyerekek felállnak, mozognak, tevékenykednek, tehát ők saját maguk próbálhatják ki a különböző anyagokkal való kísérletezést. Délelőtt egy elméleti rész volt, tehát akkor megismerkedtek egy picit a dolgoknak a miértjével, mi is a maga a kémia, egy picit a periódusos elemnek, vagy a periódusos rendszernek a világába kalauzolta őket az oktatónk, és délután pedig kizárólag kísérletek történnek, amit utána természetesen meg is beszélnek, hogy mi miért történik. Köszönöm figyelmüket, viszontlátásra!